Köszöntöm a Vaku nézőit. Minden út Rómába vezet, tartja a régi mondás, és ez Szarvas Tiborról, az Arias igazgatójától jutott az eszembe, mégpedig azért, mert Sziget-Szent Miklóson kis túlzással, bármi történik, minden szál az Arieshez vezet. Az Aries, mint település üzemeltető cég, szinte mindenhol számításba jön, megkerülhetetlen. Szarvas Tibor a mai vendégünk, mégpedig azért, mert a Magyar Közszolgáltatók Egyesülete, amely most már 30 éve működik, egy jubileumi közgyűlést tartott Pécsett az elmúlt két hétben, elmúlt két hét valamelyik napján, és ennek az egyesületnek az elnöke Szarvas Tibor. Nagyon szép 30 évre visszatekinteni, nem is akármilyen 30 évre. Átolvastam a kongresszus jubileumi kiadványát, hát az egész 30 évet ne vegyük végig, de azért két mondatban a kezdetekre egy picit gondoljunk vissza. Hogy is kezdődött Magyarország talán összes településének a közszolgáltató cégeit tömöríti ez az egyesület, tehát egy nagyon-nagyon fontos egyesület magyarországi szinten is. Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Igen, gyakorlatilag ez a 30 év Magyarország életében, akár csak a településüzemeltetésben nagyon nagy fordulatokat hozott. A településüzemeltetésben még többet is, mint a politikában, hiszen a rendszerváltás 90-91-ben 89-től megtörtént a politikában, a rendszerváltás nálunk többször megtörtént ez a 30 évben. És tulajdonképpen most is történik, hiszen és most is folyamatban vagyunk, így van pontosan. De erről majd később beszélünk. Az kezdetekről hadd mondjam el azt, hogy az ember életében mindig kis dolgok azok, amelyek elvezetnek aztán a nagy dolgokhoz. Ez az egyesület úgy jött létre, hogy mi a költségvetési üzemben, mert akkor Sziget-Szent Miklóson építőper és költségvetési üzemként működtünk, és én főkönyvelő voltam, az akkori számítógépekre, a Commodore 64-ekre, ezt lehet számítógépnek nevezni, hiszen ma egy okosóra sokkal többet tud, mint akkor egy ilyen gép. És mennyivel kisebb. És, hát bizony, és gyakorlatilag erre programokat készítettünk, aminek az volt az érdekessége, hogy a költségvetés üzem, mint forma, annyira sajátságos volt, annyira speciális, hogy azok az informatikusok, amelyek megpróbáltak a mi területünkön érvényesülni egyszerűen, mivel nem ismerték a specialitásokat, dugába dőltek. Ezért én úgy gondoltam, hogy komoly piaca lesz ezeknek a programoknak, és ekkor felkeresett egy Dr. Lór Péter nevezető ember a Tanortól, és el akart adni nekem ugyanilyen programot, konkrétan egy ingatlankezelő programot, és mondtam, hogy nekem is van. És így, mikor összedugtuk a fejünket, kitaláltuk, hogy akkor ezt meg kellene valahogy úgy szervezni, hogy állandósuljon, komolyabb eredményt érjünk el, és így jött ez az egyesület ötlet. És onnantól kezdve egy éven keresztül az összes olyan konferencián, amit a Tanór szervezett, és ő ebből élt, tehát szervezett minden héten, minden hónapban, a lehetőséget kaptam, hogy elmondjam, hogy milyen jó lenne nekünk egy ilyen egyesület. Nem azért, mert a számítógépes programok, hanem mert akkor még abszolút nem volt ez elterjedve. Tehát egy hatalmas áttörés volt a Commodore 64, annak ennére, hogy olyan volt, amilyen, de a gondolkodást megváltoztatta. A lényeg az, hogy megalakult az egyesület 1987. március 30-án. Hát ez még akkor a rendszerváltás előtt volt. Ez még a rendszerváltás, azért mondom, hogy sok mindent átéltünk. És gyakorlatilag az alapító azok nem emiatt a számítógép ügy miatt jöttek ebbe be, hanem kiderült ez alatt az egy év alatt, amíg én mindig papoltam nekik, hogy ez kell, hogy olyan sajátságos gazdasági, társadalmi és jogi helyzetünk van, amit mindenképpen valamilyen érdekvédelemnek föl kell vállalni. És így megalakultunk, és onnantól kezdve működünk. Hát az első lépések, hogy például az adórendszer, ugye akkor jött be a személyi jövedelemadó és az áfa. A költségvetés üzemekre vonatkozóan mi ketten egy kolléganőmmel írtuk meg a költségvetés üzemekre vonatkozó adó eljárásokat,
amit a országos szinten? Igen, és ezt a pénzügyminisztérium, amit mi megírtunk, ezt kiadta jogszabályként. Kupa Mihály pedig nem volt egy könnyű ember. A költségvetés üzemekre vonatkozóan, igen. Az akkori pénzügyminiszter. Csak az volt a mi szerencsénk, hogy úgy mondjam, hogy mi megírtuk, és ugyanakkor a pénzügyminisztériumban erre a területre vonatkozó szakember nem volt. Tehát ők ezt segítségként élték meg. Hát aztán a későbbiekben mondjuk egy-két éven belül új miniszteri rendeletet adattunk ki a költségvetés üzemekre, és így tovább. Ebben a 30 évben melyek voltak azok a jelentős változások, tehát ha ugrunk az esztendőkben, ami rendszerváltásnak, igen. Vagy kis rendszerváltásnak is nevezhetünk. Igen, igen, igen. Gyakorlatilag ez a bizonyos 3 év, 87-től 90-91-ig, ez volt az első, és utána rögtön következett a 91-94-5-ig tartó korszak, ugyanis 91. január 1-től megszűntek a költségvetési üzemek, és mindenki elkezdte azt keresni, hogy mit tegyen a költségvetési üzemével. És nem volt rá jogszabály, mert a vállalatokra volt, költségvetési üzemeket kihagyták. Így aztán saját magunk kellett, hogy ezt kitaláljuk. Ez eltartott 2-3-4 évig, és ez alatt kicserélődött az akkori költségvetési üzemvezetés 90%-a. Ami nagyon nagy veszteség volt az országnak, mert egy bizonyos tudást magukkal vittek. Ez igaz, de és nem volt képzés. Szinte mindenhol cserélődtek a vezetők, ez is volt rendszerváltás. Ez így van, ezt át kellett élni. Illetve most idézőjelbe hagyjuk, nem menjünk bele. Ezt át kellett élni. Nem, mert ezt át kellett élni. Most gyakorlatilag ez a hova menjünk, hogy most milyen formában működjön tovább a cég. Mi Kft. Lettünk például Szigetszentmiklóson. Én ugyanis ezt preferáltam, mert volt egy kollégám, a Állami Közgazgatási Egyetemen tanított, talán most is még tanít, aki jogászként beszállt ebbe az egészbe, és ketten kitaláltuk a hogyant, hogyan változzunk át. És ez egy két tulajdonosos rendszer volt, ahol valamilyen módon megjelent az akkori eredménye annak, hogy egy bizonyos dolgozói kör, egy csapat az előző 20 évben beletett valamit ebbe a költségvetés üzembe, és ezt egy alapítvány vagy egyesület révén jelenítettük meg. Én az alapítványokat preferáltam. A kollégám, a dr. Kökényesi József, az meg az egyesületeket, illetve RT-ket alapított. Na most gyakorlatilag nagyon messzi van, mert ezek közben már megváltoztak. Gyakorlatilag 100%-ossá változtak a cégek, megszűnt a két tulajdonosos rendszer az országban. Úgyhogy rengeteg olyan változás volt, ami már történelem. A következő ilyen hullám, én mindig azt mondom, hogy a mi életünk az egy ilyen színuszgörbe mentén halad, a fejlődés és átalakulás, újra talprálás, újra átalakulás. Úgyhogy gyakorlatilag én ez alatt a 30 év alatt egy olyan 3 ilyen lent-fönt hullámvölgyet és hullámhegyet különböztetek meg. Most éppen egy völgyben vagyunk. Melyik volt a következő, visszatérve az időre? Következő az a 2000-es évek eleje, amikor gyakorlatilag egy változás állt be az addigi kormányzati hozzáállásban. Most ezt úgy kell érteni, hogy 90-ben megjelent az önkormányzati törvény, amelyik teljesen függetlenné tette az akkori tanácsokat. És mi ugye az önkormányzatokhoz tartoztunk. Ennek következtében a kormányszervek bármelyik az úgy állt hozzánk a 90-es évek elejétől egészen a 2000-es évek elejéig, egy 10 évig, hogy mi nem tudunk nektek semmit mondani, ti függetlenek vagytok, azt csináltok, amit akartok, na ez nem így megy. Tehát egy társadalomban, ahol összefüggések vannak, különösen a mi szakmánkban, ahol minden összefügg mindennel, ezt nem lehetett tenni, és végül is a 2000-es évek elején változott meg ez, és ez jelentett megint egy újdonságot, ami teljesen új volt. És végül 2013-12-ben kezdődött el a rezsicsökkentésekkel, mert ugye távhőben már 12-ben, a hulladékban pedig 13. július 1-től kezdődött a rezsicsökkentés, és az ehhez kapcsolódó teljes rendszer átalakítás. Én mindig azt mondom, amikor ilyenekről beszélek valahol, hogy
a mostani helyzet ez egy abszolút rendszerváltás ilyen szempontból. Közbevetőleg csak hadd kérdezek valamit. Rendületlenül hallani emberektől a rezsicsökkentésről, hogy ugyan már csak egy nagy átverés, nem is csökkent a rezsi. Hát ezt mi nem így érezzük, mi szolgáltatók, hiszen a mi árbevételünk csökkent. Tehát akkor az emberek kevesebbet fizetnek. Persze. De most az, hogyha mondjuk egy távfűtést véve alapul, gyakorlatilag jön egy olyan keményebb tél, mint ami most volt január-februárban, akkor hiába alacsonyabbak az egy egységre eső költségek, hogyha sokkal többbe kell beszorozni, akkor sajnos egy magasabb számla jön ki. De alapvetően nem tudok mást mondani, mint hogy valaki eljön hozzánk, és megmutatjuk a mi adatainkat, papírjainkat, hogy mennyi volt, és mennyi lett. Akkor azt hiszem meggyőzünk mindenkit. Térjünk vissza akkor a változásokra, a jelenkorra. Gyakorlatilag az egyesületünk, mint ahogy már az legelején említettem, az ÁFA SZIA bevezetésnél minden változásnál nagyon aktívan részt vett ezekben a változásokban, hiszen én úgy gondolom, hogy a párbeszéd, a vita az mindig jót tesz annak, hogyha ilyenkor ki kell találni, hogy merre, nem a merre, hanem a hogyan kell kitálni általában. És ebben, hogyha mi is elmondhatjuk, hogy mit akarunk, hogy akarunk, akkor az szerintem jobb lesz. Most ebben a pillanatban, hogy a kérdésre is válaszoljak, a vízcsatornágazatban lezajlott egy folyamat, ami tömörítette a cégeket. 150 ezer egyenért, fogyasztási egyenértékes kell ahhoz, hogy egy cég működhessen. Annál kisebb ellátási terület nem lehet. Ez azt jelenti, hogy 150 ezer mérőhely, vagy fogyasztási hely, vagy család, igen, vagy igen, a fogyasztás lefordítva. Egyenértékes, az egy fél köbméter fogyasztás minimum havonta. Na most gyakorlatilag ez lezajlott, és most a hulladékos ágazatban van ugyanez a integráció, aminek a legközepébe vagyunk, hogy úgy mondjam. Vízcsatorna említette, távfűtés. Kik tartoznak még a közszolgáltatókhoz? Mert a Magyar Közszolgáltatók Egyesülete. Igen, a mi egyes, ez megint egy érdekes történet. A településüzemeltetés területén hasonló érdekvédelmi szolgáltatók érdekvédelmi szervezetéből 9 van, a miénkkel együtt. De mi vagyunk az egyetlen egy, amelyik minden ágazatot, tehát a távhőtől a temetőn, a kéményseprésen, a ingatlankezésen, a hulladékig mindent fölvállaltunk. Ennek az a történelmi oka, hogy a költségvetés üzemek ugyanilyen sok tevékenységet folytató cégek voltak, és annak idején, amikor megalakultunk, akkor mi költségvetés üzemek társaságaként alakultunk meg, és a változások során nem veszítettük el az egyes ágazatokat, kivéve a vízcsatornát, amelynek törvényi okai vannak, amit most nem akarok részletesen elmondani, de mintegy 30-35 cégünk volt vizes, amelyik most már megszűnt, mert beolvadt a nagy cégekhez. Ez a 30 évet ünneplő jubileumi közgyűlés, azon túl, hogy gondolom fölköszöntették egymást, találkoztak a régi ismerősök, igazgatók, ahogy szokott lenni az ilyen jubileumi közgyűléseken, már mintha volt még régi igazgató, mert egy kicsit ingatta a fejét, ahogy láttam. Igen. Tehát a régi kollégák találkoztak egymással, föltehetően kitüntették egymást, és így tovább. A jelen gondjaival foglalkozott-e, elmondták-e mindazt egymásnak, hogy hát mi a gond? És ha igen, akkor beszéljünk erről. Abszolút, ugyanis én, amikor kiküldtük ezeket a meghívókat a különböző szervezeteknek, akkor akik jelentkeztek, azokat én mindegyiket vagy felhívtam, vagy egyéb módon tudtunk beszélni, és hányan megkértem. Hányan voltak ott? Tehát mekkora volt a közgyűlés? Hát 130 valahány ember volt, és ebből a meghívottak voltak olyan 40 valahányan, de mindjárt pontosan is meg tudom mondani. De a lényeg az, hogy igen, 39 vendég, ebben a külföldiek is benne vannak, és megkértem őket, hogy ne dicsérgessenek bennünket, hiszen azzal, hogy eljöttek már a mi jelentőségünket, hogy úgy mondjam, kihangsúlyozták. Honnan jöttek, csak hadd kérdezem. Hát minisztériumok. Nem úgy értem, külföldről. Ja, külföldről. Romániából, illetve hát Erdélyből, illetve Szerbiából, és Szlovákiából, és a lengyelek pedig nem tudtak eljönni, de küldtek maguk helyett egy díszes oklevelet, ami itt van, és
ezt mi visszanozni fogjuk, most májusban elmegyünk, mert a köztünk lévő szerződést, együttműködés megállapodást meg kell újítani. És a lengyelek, ezt láttam, egy olyan oklevelet küldtek, amire azt írták rá, hogy olyat tud, amiket más nem, mármint a Magyar Közszolgáltatók Egyesülete. Igen, 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 egy ilyen jellegű jelmondatot vettek ki. Nem is tudom, eztán bibliai szöveg, mert nem írták ide, hogy honnan idéztek, de ez egy idézet. De a lényeg az, hogy megkértem mindenkit, ne dicsérgessenek, hanem most mondják el, hogy a mai állapotot, vagy a múltat, vagy a jövőt a település üzemeltetésben ők hogyan érték meg. És itt ugye nagyon sokszínű volt a csapat, az állami emberektől kezdve a szolgáltatókig, az önkormányzati szövetségekig, a szakszervezetekig, mindenféle oldalról megtárgyaltuk. Hogyan élték meg? Nagyon színes volt. Ebbe hadd kapaszkodjam bele. Ön 30 éve közszolgáltató, ha úgy tetszik. 35. 35. Személy szerint. Volt-e ilyen régi kollega még? Hát rajtam kívül igen, egy volt egy. A Magyar Ingatlan Gazdálkodók Szövetségének az elnöke, Keresztény Dezső, akivel még hajdanán együtt kezdtük. De akkor csak a sok változást, amit emlegetett a beszélgetés kívül, elején. Ezen kívül senki. Tehát akkor valóban sok változás volt nagyon a rendszerváltásban. De hát a jelen gondjai, problémái, mint ahogy szó volt, hogy most is egy kis rendszerváltás zajlik az ágazatban. Sok szó volt például a hulladékgazdálkodás átalakításáról. Ezek a változások hol tartanak ma? Nem nagyon hallani most éppen róluk. Igen, a hulladékgazdálkodásban a kellős közepén, illetve egy fontos lépés, előrelépés történik meg az integrációban. Tavaly a számlázás ügyét kellett, hogy megoldja a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT. Így úgy igaz, tűnik, a távfűtés számlákkal itt Sziget-Szent Miklóson is sok gond volt. Az nem hozzájuk tartozik, az egy másik, az a MEG-hez, az a Magyar Energiahivatal, de gyakorlatilag ők a hulladékos számlákkal, gyakorlatilag most már a 2017 első negyedévet ők fogják kiszámlázni, tehát eljutottak eddig. Most ez a bizonyos regionális átalakulás. Gyakorlatilag a következő lépésnek vagyunk most a tanúi. A múlt héten egy megfelelőségi nyilatkozatot adott ki az NHKV, amelyik azt jelenti, hogy ha ez nincs meg, akkor a közszolgáltatónak fel kell, hogy mondjon az önkormányzata, a szolgáltatást fel kell, hogy mondja. Most 170 valahány közszolgáltatóból 21 kapta meg. De ennek már, ez már tudott volt, hogy így lesz, mert tavaly ősz óta különböző térképek jelentek meg, amelyek ezeket az integrált területeket mutatták be, és mindig 21 volt. Tehát ez a darabszáma stimmel, igen. Na most, azért is kérdezem ezt, mert régiók, és itt olvasom a Egyesület jegyzőkönyvében, hogy nagyon sokan kifogásolták, hogy rosszak a régiós határok. Igen, na most gyakorlatilag ezt úgy kell tekinteni, vagy érteni, hogy a 21 régió alapjában véve megvan. Azonban vannak határterületek, ahol a különböző önkormányzatoknak el kell dönteniük, hogy most ide vagy ide akarnak-e tartozni. Ennek gazdasági, politikai, jogi meggondolásai vannak, de alapvetően maga a kialakult nagyságok azok körülbelül megfelelnek. Mi Sziget-Szent Miklós például, hogy hazai példát mondjak, ugye mi a Duna-Vértesben vagyunk. A még mostani előterjesztés, ami készül éppen ezekben a pillanatokban, az azt írja elő, hogy kilépni a Dunavértesből és belépni az érdi, illetve a Pest megyei régiónak nevezett, Érd által vezetett Pest megyei régióba. Igen, ez képviselőtestületi ülésen már napirenden is szerepelt. Szerepelt, mint szándéknyilatkozat, most viszont a konkrét belépésről fognak dönteni. Ennek gazdasági okai vannak alapvetően, hiszen olyan régiókat akartak kialakítani, ahol a régión belül történnek a szállítások. Most pillanatilag a Dunavértes az nekünk egy nagyon távoli hely.
Amikor a Dunavértes alakult 2004-ben, egy teljesen más jogi, gazdasági környezet volt, más koncepció. Tehát most, ha valaki azt mondja, hogy miért voltunk mi olyan buták, hogy beléptünk akkor a Dunavértesbe, annak csak azt tudom mondani, hogy akkor más célok voltak. Akkor például az volt, hogy 90%-os EU-s támogatással lehetett volna különböző eszközöket megszerezni, visszanemtérítendő támogatása. Most előtérbe került maga az üzemeltetés. Ugye néha a beruházás egy dolog, de másik dolog, hogy ezeket a beruházásokat később üzemeltetni kell. És nekünk például, hogyha az Érdet nézzük, sokkal közelebbi, sokkal rövidebb útvonalakon megoldható a szállítás lerakása, előtt a válogatás, kezelés, stb. Tehát itt ebben a Pest megyei térségben ki fog alakulni egy olyan hulladékkezelő rendszer, ami nem követeli meg, mint most, hogy 90-100 kilométerrel kell vinni a szemetet. Miután a 23-ától a magyar nyelv hete is van, csak azért jegyzem meg, hogy mindig mosolygok, amikor azt hallom, hogy vissza nem térítendő támogatás. A támogatás azért támogatás, mert vissza nem térítendő. A visszatérítendő támogatást úgy hívják, hogy kölcsön. Igen. Ez ilyen egyszerű. Ez így van. De... Csak van, amikor a hitelt nehéz megkapni, a támogatást meg könnyű. Milyen más gondokról beszéltek még, amikor sorolták másnak? Gyakorlatilag ugyancsak időszerű probléma a mi szolgáltatóink körében a klikkel kapcsolatos ügyeknek a rendezése. Láttam, hogy a klik vezetője is a meghívott vendégek között volt, föltehetően az átalakulás gondjairól volt szó, igen, ebben de nekik van gyakorlatuk. Vele személy szerint már tavaly ősszel tartjuk a kapcsolatot, akkor tartott nekünk először előadást, és most megint elhívtuk, hogy a tapasztalatokat elmondja, illetve hogy mi is elmondjuk, hogy mi miket éltünk át, vagy miket élünk át. Gyakorlatilag a dolgok haladnak, azt nem mondhatjuk, hogy le van zárva. Ugyanakkor, hogy aki nincs benne ezekben az ügyekben, értse, arról van szó, hogy az iskolákat átvette a klik kezelésre, tulajdonjoga megmaradt az önkormányzatoknál. Az önkormányzatok cégei nagyon sok munkát végeztek, mint ahogy mi is, például intézményfelújítást, energiagazdálkodást, különböző karbantartási munkákat, hulladékszállítás, a városgondozási feladatok közül fűnyírás, stb. Na most ezek után már nem az önkormányzatunk fogja a munkát adni, hanem a klik, amennyiben adja. De példának hadd mondjam el, hogy az intézmény felújítás, amely az iskolákra vonatkozóan az idén 53 millió forint nagyságrendben volt betervezve a klik részéről, éppen eheti hír, hogy hát a kliknél máshogy alakultak a dolgok, mert ugye ők nagyobb egységben gondolkoznak, és feltehetően azért, hogy Szigetszent Miklóson az elmúlt 20 évben folyamatosan minden évben kezeltük az iskoláknak a felújításait, karbantartásait, tehát az állagát megfelelő szinten tudtuk tartani. Más településeken nem így volt. Na most nekik meg a kliknek arra kell gondolnia, hogy mindenütt felhozzák a színvonalat, és feltételezzük, hogy a pénz most nem felénk fog áramlani. Így az önkormányzatunknak kell majd meggondolnia, hogy az iskolákra is, mint tulajdonos, mert ugye mondom, a klik kezelő, önkormányzat maradt tulajdonos, tehát neki is kötelezettségei vannak, attól függően természetesen, hogy anyagilag ez mennyire lehetséges. Azon gondolkoztam közben, hogy vannak ezek a különböző átszervezések, átalakulások, bizonyos elgondolások mentén különböző régiókat alakítanak ki. Na most a közszolgáltatások, illetve hulladékgazdálkodás szempontjában egyik régióval. A vízmű, a vízrendszer szempontjában másik régióval. Ki tudja, hogy még hány régió van, amiben mind betartozik Szigetszent Miklós. Nem lehetett volna úgy ezt a regionális átszervezést megcsinálni, hogy van X számú régió, és minden szempontból oda tartozik egy város. Világos. De hát nem lett volna logikusabb. Tényleg nem így van. De logikusabb lett volna, de gyakorlatilag ugye még a klik is egy más, mert a tankerületek megint csak egy más területet fednek le. Feltételezem, mivel ezek politikai döntések alapján történtek, feltételezem, hogy különböző időpontokban különböző csapatok dolgozták ki a különböző területeknek a
az átszervezését, és ennek következtében nem volt egy központi elképzelés. Ezeket a mindenféle átszervezéseket, ami most maradjunk abban, hogy a közszolgáltatókat érinti, egy lakos, egy szigetszentmiklósi lakos mennyiben érinti, mennyiben érzi meg? Az integrációt semmiképpen sem, de azt el kell mondjam, hogy a már megtörtént dolog, tehát az, hogy tavaly április 1-e óta az NHKV működik, és különböző jogosultságokat helyettünk ő kapott meg, tehát például a ügyfélszolgálatot. Itt voltak olyan ütközések, amit megérzett a lakos, tehát nekünk már nem volt jogunk mondani, beküldtük, onnan visszaküldték, tehát ez a kis pingpongozás nem esett jól, de alapvetően a szolgáltatást változatlanul végeznünk kell, és a jövőben is, tehát ebbe semmi változás nem lesz. És hát bízom benne, hogy az ilyen apróbb ügyintézői kérdések is végpontra jutnak, és megoldásra jutnak, mert hát azért azt el kell mondani minden probléma ellenére, hogy a megoldás felé halad az egész ügy, tehát ezt el kell ismerni. Hogy mikor, azt még nem kérdezem meg, mert nem senki tudnék rá válaszolni. Így igaz. A 30 évet köszöntő jubileumi kongresszus vagy konferencia Szarvas Tibor, mint az Aries vezetője számára, milyen tanulságokat hozott, hogyan lehetne összefoglalni, hogy a jövőre nézve milyen tapasztalatokat summázott? Elsősorban tekintette arra, hogy tényleg nagyon széles körű volt a megszólalásoknak a színvonala is, meg a témája is, igen. Tehát egy nagyon átfogó képet kaptunk. Én azt, elsősorban azt szűrtem le, hogy a helyzet az soha... Fokozódik, tudjuk. Soha nem lesz az, hogy azt mondjuk, hogy na, most egy könnyű év következik. Ez mindenki aláhúzta a saját területén. És ez így van valóban 30 év óta. De hát ezért vagyunk, ezért érdekes ez az egész, mert elmeséltem azt is, hogy ezen az összevetelen, hogy hozzánk járnak ki a Corvinus Egyetem diákjai minden évben. Eleinte én jártam be előadni, de aztán kitaláltuk, hogy jobb, ha a gyerekek is látják, hogy mi a valóság. Igen, ott voltam én is tudósítani a legutóbbi látogatásnál, végigkísértem a csapatot. És a legutóbbi alkalommal, amikor leültünk és elbeszélgettünk mindenféléről, főként persze a település üzemeltetésről, akkor, ahogy ecseteltem a helyzetet, az egyik hallgató azt a kérdést tette föl, hogy ha ez így megy, ilyen nehézségek vannak, akkor miért csináljuk? Miért csinálom személy szerint? És hát itt azt kellett mondjam, mert elgondolkoztató kérdés volt, hogy ez annyira sokszínű, amit már itt többször emlegettem, annyira sok mindenhez kell érteni, mert a pszichológustól kezdve bejön a ügyfél, és ő csak az igazgatóval akar beszélni, mert ez olyan megoldhatatlan probléma, hogy a kollégáim azok nem. De egészen odáig, hogy szervezni kell, műszaki kérdéseket kell megoldani, a helyszíneket kell ismerni a városokban, a politikai helyzetet kell ismerni a városokban, és gyakorlatilag az ottani terveket és ahhoz való, hogy ide, és így tovább, tehát elképesztően, és az országos elképzeléseket is, tehát itt együttműködni egy csomó céggel, mert az energiától kezdve a szociális intézkedésekig mindenfélevel foglalkozni kell. Tehát ez, és akkor még, bocsánat, kérek, hozzá kell szokni, és tűrni kell azt, hogy mindenért. Hát az természetes, mert hát nálunk csapódik le minden. Ez mondjuk nem igazi öröm, de így van. És hát végeredményben ez az egyesület nekünk, nekem konkrétan egy olyan baráti kört is jelent, ahol meg tudunk beszélni nem csak szakmai dolgokat, hanem mindent a világról, de hát családtól a politikáig, a hobbiig, stb. Ami egy olyan hátteret ad, ahol tudjuk, hogy közösen küzdünk. Tehát lehet, hogy ez nagy szó, de ez így van a hétköznapokban. És egy olyan jellegű szellemi háttér is, ami miatt, meg ezt a sokszínűséget figyelembe véve, hogy az ember mindig valami újat és jót kap,
Én azt gondolom, hogy ez az, ami miatt mi itt vagyunk, és mindig újjá tud épülni ez a csapat, mert mint említettem volt, amikor lecserélődtek, de aztán újjá épült, és 10-20 éve, már 30 éve nem, de 10-20 éves kollégák azok vannak, megint áll a Jóistennek. A konferencia zárszavában elhangzott az, hogy találkozzunk az 50 éves évfordulón, 20 év múlva? Tehát optimista, előrelátó a jövőt illetően? Nem, többször is elhangzott az, hogy 30 év múlva. Tehát a 60 évesen. De hát én mondtam, hogy természetesen ott leszünk, igen. További jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Föltehetően előbb találkozunk majd, mint a 60 éves évforduló. Lesz bőven miről beszélni még a jövőben is. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget. A kollégáinak is minden jót kívánok. Nézőinknek is köszönöm a figyelmet. Vakó legközelebb szokás szerint egy hét múlva.